Víz- és csatornarendszer szerelő szakmai bizonyítványt szerezhet az a 68 dolgozó, akiket munkáltatójuk iskolázott be. Az erről szóló együttműködési megállapodást a Tolnavár megyei SC első István szakképzőiskolával írták alá. V. Németh Zsolt vízi közműágazatért felelős államtitkár elmondta, országos szinten 21 ezer dolgozója van az ágazatnak, amely humán erőforrás tekintetében nehézségekkel küzd. Valóban nagy gondokkal küzd az ágazat, hiszen egyrészt előregszik, és hát azt könnyen beláthatjuk, hogy nyugdíjan túl nagyon nehéz azért aknákba lefölugrálni, dolgozni nehéz körülmények között. És hát a másik probléma az az, hogy kénytelenek a szolgáltatók akár szakképzetlen dolgozókat is felvenni, vagy más szakképzéssel bírókat. Ezért példaértékű az, ami itt a Mezőföldvíz Kft-nél, illetve az első István szakképző intézetnél, iskolánál történik, hogy duális képzés keretében megtalálták azt a formát, amely lehetővé teszi azt, hogy a legadekváltabb módon tudják az ismereteket elsajátítani. A társaság saját fizikai dolgozói állományában jelenleg 16,6%-os a szakképzettségi arány, ezt szeretnék a jelenlegi képzéssel 40%-ra emelni. A duális képzésben a fő hangsúly a gyakorlati oktatásra kerül. Egy víz- és csatornaműszerelő képzésre volt igény a cég részéről, ezt kellett megszervezzük, lehetőleg úgy, hogy minél kevesebbet vonjuk ki a dolgozókat a napi szintű munkavégzésből, hiszen ugye az a cég számára is egy jelentős kiesés. A másik része pedig, hogy úgy tegyük meg mindezt, hogy közben azért fel is készüljenek arra, ami majd a szakmájuk, illetve amit most gyakorolnak sok esetben már, és a tapasztalati tudásuk sok esetben megvan, viszont ezt meg kell erősíteni, egy picit rendszerbe tenni. A többségi állami tulajdonú Kft. Már több fejlesztésben részt vett a régióban, és tevékenységére a jövőben is számítanak. Többek között erről is beszélt Süli János országgyűlési képviselő. A víziközmű ágazatnál egyre nagyobb innovációs tevékenységeket kell majd végrehajtani. Okosméréstől elszámolásig mindenféle dologba erősítenünk kell magunkat. A létesítmények létesítéséhez, karbantartásához pedig olyan szakmunkás gárdával kell rendelkeznünk, aki mindig megfelel a kor követelményeinek. Tudjuk, hogy az ágazatban, mint ahogy államtitkár úr is elmondta, rengeteg fejlesztés várható, ezen belül Pakson kifejezetten sok fejlesztésre számítunk. A résztvevők számára a tanév 2024 őszén portfólió készítésével zárul, amelyet vizsgán mutatnak majd be. Munkáltatójuk három vármegyében 48 településen látja el a víz- és csatornaszolgáltatást.